képesed beáldozni a testvéreidet? Bármi olyan rosszul. Igaz, én mindig azt hittem, hogy hú, de én kisebb voltam, 15-16 éves, hogy hú, de uncsi, nem csináltam semmit, nekem nem lesznek sztoriaim. És akkor most kezdett hogy eszembe jutni, hogy de, van, sok, meg én is csináltam ügyességet. Zolika nagyon sokat segített, hogy jó sztoriaim legyenek. Velem mindig csak a baj volt. Nagyon sok, azóta is, de a gyerekkoromban nagyon sok volt, tehát hogy összetörtem magam itt, összetörtem magam medencével, mint, tehát amit lehet, az tényleg így, egy igazi gyereknek voltam. Akkor vannak olyan dolgok, amiket el sem mondtam, de ha most nem tudnád, akkor volt olyan, hogy tényleg befagyott óra, berepett alattam, akkor voltak ilyen kíros titok, amiket nem mertem elmondani akkor, de hogy szögbe léptem, azt is el akartam titkolni, de szerencsére unokatesom beköpött, úgyhogy megkaptam a tetanuszt, azért nem lett semmi komolyabb bajom, tehát ezeken így átmentem. Nagyon kevés apa tud annyi időt eltölteni a gyerekeinkkel, mint én. Tehát én, amikor bárhol volt az edzés kocsiba, együtt jöttünk, mentünk, edzéseken, edzőtáborokban, versenyeken, tehát olyan bensőséges baráti kapcsolat, ez az apa-edző-fia kapcsolat, hogy ezt a világon nagyon kevesen mondhatják el, hogy ilyen jó kapcsolatban vannak a gyerekeikkel, mint én tudok lenni. Ezáltal, hogy ők birkóznak, én pedig birkózó edző vagyok. Emlékszem általános iskolába is, amikor a Tomi még ugyanoda jártunk, ugye, és két évet még együtt is voltunk suliban, amikor én első másodikos voltam, akkor ő volt hetedik, nyolcadikos. Emlékszem, minden egyes nap bementem a suliba, sírva föl az első emeletre, mert tudtam mindig, hogy hol van az első órája, mert sírtam és föl kellett lennem hozzá, hogy én nem akarok itt lenni. Én nem akarok suliba jönni. Közelebb voltam a Leventével, közelebb kapcsolatban álltam, mint a Zolikával, mert neki meg voltak a haverjai, ő volt a bátyja, ő volt az idősebb, mindig úgy taposta az utat előttünk. És mi meg a Leventében csak úgy mentünk mögött azon a kitaposott úton. És amikor ilyen 15, 16, 17 éves lettem, akkor kezdtünk el újra az Zolikával, mert akkor már jöttek be a bulik, akkor már ment csinálni, akkor kezdett hasonló lenni az érdeklődési kör. De a Leventében maradt a nyakunkon. Szóval az nem volt az, hogy a Leventével nem voltunk közeli kapcsolatban, mert mind folyamatosan. És akkor az elmúlt két évben meg aztán tök ugyanaz a szerintem a Covid volt az. Levente előtte jár a korosztályának, tehát biológiailag is érettebb, mint ők voltak adott korosztályban, és a gondolkodása is, az érdeklődési köre is. Tehát ő nagyon nem is haverkodik a saját korosztályával, inkább az idősebbekkel haverkodik, és ez annak is köszönhető, hogy hamar felhúzták magukhoz, már szeretik volna, minél nagyobb legyen, minél idősebb legyen, minél idősebb. Tehát amikor levittem őket a Szőnyegre, és tehát maga az érzék, a tehetség az megvolt, és én úgy gondoltam, hogy azért a genetika mind anyai részről, mind én részemről a neveltetés az fogja hozni azt a idegi állapotot, azt a döntéshozó készséget, tehát azért ennek nagyon több olyan családban is kell felnőni, tehát ahhoz, hogy valaki világversenyen eredményes legyen, az egy nem elég tehetségesnek lenni, nem elég szorgalmasnak lenni, nem elég jó klubban, jó helyre születni. Tehát az a neveltetés, nagyon sok kis apró részlete van, akár a félelem legyőzése, a izgalomnak az átalakítása erővé, akár adott század másodpercen belül jó döntést hozni, empátia, agresszió, tehát ezek mind összeadódnak. Hát én meg úgy neveltem őket, tehát azért fanatizmussal, és ezeket mind próbáltam, hogy empatikusak legyenek, viszont bosszúállóak egyben, agresszívek, de viszont empatikusak, tehát nem mindenkivel, adott megfelelő szituációban. Tehát ezeket mind én tudatosan próbáltam, amit tanultam az edzői suliba, én azt próbáltam beépíteni a neveltetésbe is. Mindennél mindenkinél jobban szereti a családját és a gyerekét. A feleségét és a gyerekét olyan szinten, hogy amit látnak az emberek, amit ő tesz, amit történik, az értünk van. És ez érezhető. Nekünk soha nem volt elmondva, hogy szeretlek. Nekünk nem volt szüksége erre a szóra, hogy ki legyen mondva, mert én amióta az eszemet tudom, hogy engem szeretnek. És ő neki ez, hogy ha tudom, hogy épp ideges, és épp valamiért pont nincs jó kedve, de akkor is azért beszekszik velem, hogy nekem jó legyen.